Sziasztok, srácok, lányok! Én Laki Mester vagyok, és itt lennék egy újabb TFT videóval. Kértétek egy páran, hogy próbáljam magyarázzam már el, hogy én hogy választom ki a kompokat, meg hogy mi alapján döntök. Úgyhogy, srácok, lányok, ebben a videóban az lesz, hogy próbálom elmagyarázni, hogy játszok én, és hogy mi alapján döntöm el, hogy milyen kompot építek. Úgyhogy ez lesz a videótartalom, tartsatok velem! Ahogy látjátok, két lény szabad, ezek közül talán nekem a legjobb champ az a két lény volt, itemügyileg is, illetve hát mint maga a champ, ezért választottam elsőként két lényt. Szerintem a facecamem, hát a facecamem szerintem annyira nem rossz ott, nincs útba semminek, úgyhogy szerintem jó lesz, nem rakom át. Ugye LOL matchből jöttem át TFT-be, arra gondoltam, hogy megcsinálom nektek ezt a hogy hogyan építek kompot, vagy mi alapján. Ugye a legfőbb dolog az az, hogy a játék milyen csempeket dobál itt a boltba. Az alapján választom ki én is a kompot. Majd fogjátok látni, megpróbálom folyamatosan elmagyarázni. Ugye az elején, illetve majd mikor fogjuk választani a képességet, ugye ami itt van a kis táblán, vagy plusz adottságot, mert adottságnak hívják pontosan. Akkor lehet eldönteni nagyjából, hogy milyen kompra fogsz menni. Ugye látjátok, megkaptam a szindikátust, a fizetésnapot, tehát ezért valószínűleg nagy eséllyel szindikátus fogok. Az apró titánok miatt lehetett volna jó ordert is építeni, viszont így mindenféleképpen a szindikátust fogom kiválasztani, és azt megpróbálom építeni. Veszek ki egy szindrát harmadiknak jelenleg, mivel más itt nincs a palettán, mármint a választások közül, és kérdeztétek sokan, hogy mit szoktam használni segítségként. Ez a MetaTFT nevezetű applikáció, és ebbe szoktam kiválasztani a kompot, ugye mivel szindikátusra megyek, ezért ezt választom ki itt. Amúgy fejből is tudom, de sokszor sokat segít, illetve hogy azért látjátok, elég sok mindent megmutatom, hogy kell használni. Ide rakom, hova rakjam, hogy ne takarjon ki sok mindent. Ugye leírja, hogy early-be melyik csempeket kell kiválasztani 59%-os win esélyhez. Ugye most húzok egyet, már 4-es szintű vagyok, viszont nem maradt több, de van mondjuk itt csempem. Hova rakjam, basszus? Ide rakom, hogy ne zavarjon senkit. Valahova, mit tudom én, igen. Illetve ezt kiveszem, és a testőn meglegyen, ezért berakom a Blitzcrank-et, sőt, itt van az S is, úgyhogy a következő körbe S-re, tehát fogom fejleszteni a szintet, és S-t be is fogom rakni. Ahogy látjátok, ugye végig szoktam nézni általában, hogy ki mit épít, hogy ne legyen ütközés, de úgy látom a szindikátusra nem nagyon fognak menni. Nem vettem észre, hogy mennének a szindikátusra, dobja az est. Ugye kiválasztottam a szindikátust, így most valószínűleg nagy eséllyel fogja az S-eket nekem dobálni. Most nekem az a következő lépés, hogy legyek meg ötös, és az S-t be tudjam rakni. Ugye itt mutatja, hogy kell lerakni a csempeket a pályára. Tehát nagyon nagy segítség ez a program. Illetve megmondom nektek, majd megmutatom nektek, hogy nem ez a szentírás, nem minden esetben. Mert van úgy, hogy majd látni fogjátok, végig fogunk maszkálni ugye az emberkéken, hogy ki hogy pakolja le a pályára ugye a csempjeit, és az alapján kell módosítani majd, hogy te hogy rakod le a csempeket. Hát most itt ki fogok kapni, mert a Warwick az egy állat. Úgyhogy ez sajnos ilyen. De egye fene.
Kaptam két bliszt, azt kiveszem mindenféleképpen, legyen kettes. Illetve a szindikátusról tudni kell azt, hogy a Morgana és az S-nek az itemezése a fontos, ahogy látjátok itt. Hát meg ugye itt írja, hogy kire mit kell rakni, de általában ugye a három csillagosra kell építeni az S-t és a Morganát, ez lenne a fő szempont. De aztán lehet, hogy majd amit a játék dob, ez majd kiderül. De közben én nézem, hogy ki mit épít. Senki nem ment szindikátusra rajtam kívül, ez nekem jó hír, mert jól fogja dobálni a szindikátust. Illetve hát ugye a lövész, mert szindikátus lövész tulajdonképpen, amit építek. Egyelőre most nagyon kikapásra állok, legalábbis két meccs alapján, de ez alapján nem kell ugye nagy következtetés levonni, mert nem az első két meccsen szoktuk megnyerni a gémet. Nekem ami jó lenne itemügyileg az a Darius, illetve csempügyileg is, jelenleg de elhozták, ami nagy valószínű volt. Akkor hozok egy Warwicket. Ugye mert építik a Warwicket is. Elkaptam más elől, illetve majd ugye a Morganámra kell lesz a rajta lévő item. Ugye látjátok, Morello kell neki, illetve ugye Ionic Spark. Mi annak a magyar neve? Közben én felrakom az est. Nem jut eszembe a magyar neve, bocsánat srácok. Ugye illetve a blitzet azt használom alapvetően, ugye az is segítség. Ugye item összerakásba, de már ugye hál' Istennek van annyi tapasztalatom, hogy ugye hogy kell összerakni az itemeket, miből mit lehet kiépíteni, azért a 70%-át tudom a dolgoknak. Azt nem értem, tehát az ulti elindul, nem tudom miért nem megy végbe, tehát hogy ezeket még sokszor én sem értem, na mindegy. Illetve van itt egy Miss Fortune, úgyhogy őt le is cserélem és rakok ide egy Miss Fortune-t. Jó. Ezt addig visszarakom, egyelőre nem nagyon van rá szükség. Ugye ez az erősítés, ugye minden életben maradt szindikátusért ugye 1 plusz goldot kapsz. Tehát ez egy nagyon jó dolog. Közben én fejlesztek kettőt. Tehát a goldok tekintetében, az aranyok tekintetében azt a taktikát szoktam követni, srácok, lányok, hogy megpróbálok 10 gold alá nem lemenni. Vagy éppen csak abban az esetben, hogyha tényleg olyan csemp van itt, akit már tudok húzni, de megpróbálok mindenféleképpen nem 10 gold alá lemenni. Ilyenkor átnézem ki mit, ugye ez Yordle nagy részt, nem, hát Yordle... Ez kihívókat épít, ez szintén Yordle-re akar menni, ez Brusher-re akar menni, ugye ez vagyok én jelenleg.
Ez az ionos szikrát, azt már ki is tudom rakni. Tök jó vagyunk, a morgánámra meg lesz egy csomó item. Bocsánat, csomó csak a WC-be van. Sok item, így akartam kifejezni magam. És akkor egy... Így. Tök jó dolog. Na már most ugye felajánlja a Miss Fortune-t, én ezt most kiveszem, már csak abnak a szempontjából is, hogyha más esetleg kezdeni építeni, ne legyen neki, ne dobja neki a játék. Bár ugye a Miss Fortune-t nem akarom húzni, mert ugye Jean lesz majd helyette. Kezd beindulni a csapatom, hogy látjátok, azért 90-től nem mentünk lejjebb, azért mondtam, hogy az első 3-4 meccsen kikapsz, az legyen ugye a legkesebb. Most látjátok, nagyon tolja a Blitzcrank-et. Én most csak még azért is kiveszem ezt a Blitzcrank-et, hiába nem kell nekem a végső kompomba, hogyha más akar építeni, ne dobja neki a csempet. Tehát, hogyha te kiveszed, és nálad sok van, akkor nem fogja dobni a csempet másnak nagy eséllyel. Lehet azt mondani, látjátok, Yordle. Hát Yordle meg testőr. Itt már ugye van Braumja, meg Yordle, ahogy látjátok. Itt ugye a kihívók. Ugye itt harcolok, itt ugye azék, a minek hívják őket, a brushörök. Itt megint Yordle szinte. Hát nem tudom, mostanában mindenki nagyon a Yordle-öket építi. Szerintem most a mostani patch óta nem a legerősebbek. Szerintem, de ez legalábbis csak az én véleményem. Hát most kikaptam. Ugye, látjátok? Dobja a szindikátushoz való... Tessék, a szindikátusban már meg is van az 5, így eladom, mert nincs rá szükségem tovább. Illetve... Zájra, ugye a... Ugye, mert ő hozzám a 6 szindikátus, tehát meg lesz a 7 szindikátusom. Ez egy nagyon jó dolog. Ebből egy hexeket tudnék kihozni, de az nekem egyik csempre se jó, ezért nem rakom össze, tehát várok tovább. Morganából megvan a 2-es, nagyon jók vagyunk, haladunk. Itt van a Miss Fortune, nem fogom most kirakni, bár lehet, hogy ki kéne, mert ebből lehet, hogy ebből is tudok 3 csillagos rakni. Meglátjuk, rámegyünk. Közben fontos dologgal, vagy fontos dologgal kapcsolatban írtak. Most nekem ugye csempügyileg vagy a Zyra, itemügyileg akár az Afri, akár a... Hát a... Ő is, de őt már elhozták. Akkor én elhozom a Zyrát. Nagyon remélem, hogy fog dobni olyat, amivel le tudom szedni róla az itemet. Viszont, hogyha ráteszek egy hexteket, az már úgy nem lesz egy rossz dolog. Ő rá végül is. Ugye most nagyon nyomja a Caitlyn-t is. Látjátok. Na, legalább az S-ből is megvan a 2-es szintű. Így rá is teszem a KN kardot.
Ilyenkor át szoktam gyorsan nézni mindenkinek a pályájára. Jelenleg Gold 1-ben vagyok. Gold 1 0 pont és Gold 1 95 pont között lefelingázok. Most éppen Gold 1 0 pont. Illetve Gold 2 90 pont, tehát lefel Gold 2 és Gold 1 90 pont között. Úgyhogy ja, jó lenne már nekem is, mostanában kevesebbet TFT-ztem. Szerintem plat az simán bennem van, mármint úgy játéktudásilag. Annál nagyobb szerintem, annál több szerintem nem hiszem. Nem hiszem, hogy több lenne. Az a plat az úgy nagyjából megvan. Látjátok, ki is jött az S. Ezt most elvettem ilyenkor, ugye mondtam, hogy amikor van kint csemp, akkor lemegyek 8 gold vagy 10 gold alá, de általában nem szoktam. Ugye a kihívók mostanában nagyon erősek. Ugye vegytek meg kihívó kombó. Ez jelenleg. De hát, hogy látjátok, 6 darab szindikátusom van, ami jelenleg nagyon erős. Tehát két szindikátus emblémát is kaptam, tehát ez nagyon jó így. Illetve ugye az első azt kibaszott jó, már bocsánat, hogy ilyen minden életben maradt szindikátus, és jelenleg 6 maradt életben, 6 darab goldot kaptam érte. Ugye kiveszem az Zyrát és az Est is, mivel ugye, ahogy látjátok, őket kell három csillagozni, illetve a Morganát, de a Morganát egyelőre nem akarja dobálni. Drága játékunk. Ez van. Meg lesz lassan a 7-es szint. Szerintem a szintrát ki is veszem. Be fogom építeni. Ja, addig még Gnár. Ezek nem kellenek. Zárából már meg is van a második csill... Na, második, igen, magyar beszéd. Nem baj. Eladtam basszus ezét. Most nézem. Na mindegy. Akkor egy vít fogok venni. Legyen, megvan a Miss Fortune-ből is a két csillag. Meglátjuk, ha Bakis azt mondta, legfeljebb akkor Jean helyett Miss Fortune lesz. Most nagyon lementem. Ugye itt azt írja, hogy ugye kettő darab sodrot mellény kellene a Morganára, csak közben figyelem, hogy teljesítenek a csempjeim. Ha más is elkezdtek kopizni az émet, mert ugye hasonló. De hát később bán a tebb gondolat, sőt nem is figyeltem, milyen ezért volt emblémáid. Itt van a Jean. Ugye nagyon közel vagyok a hármas, ugye Miss Fortune, az a három csillagos. Kiveszem minden esetre egyenlőre. Viszont mesterlövészre is rámehetnék, mint kombináció. Nem tudom, Oriannát hogy fog dobni. Viszont látjátok, hát egyenlőre maradjon itt, az a biztos. Mindegy, meglátjuk, hogy fogunk haladni. A Quicksilver az nekem se ártana, ugye a legnagyobb sebzőmre. Nincs nagy gond, ugye a Cho'Gath nála a legerősebb csemp. Hát egy darab szindikátus marad életbe, tehát egy darab plusz goldot, ha a Morgana életben marad, de életbe is marad. Kettőt kaptam. Ja igen, mert a Darius is szindikátus, bocsánat. Ha nem kapok csempet, akkor ugye a szintet próbálom növelni. Kivárok minden esetre az itemekkel egyenlőre, mert ugye rá tudnám tenni a vérszomjas, de az esre nem a legjobb. Illetve tudnék éhi kardot is csinálni, de nem. Ezt viszont rá tudom rakni Morganára, ugye azt kieri
ugye, mellényt, illetve hát meglátjuk. Ugye ebből Zafirt is, vagy Zephyrt is tudnék építeni. Ugye az ugye egy forgó szelet idéz meg tulajdonképpen. És azzal ugye, hogyha jó helyre rakom, akkor ugye egy csempet ki tud vonni a játékból. Hát ezt most elvesztettem. Most ugye most megint választási kör van. Dobja mindenféleképpen a dzsint is. Illetve ott van a Morgana is. Megpróbálom elhozni a dzsint, ha tudom. Miss Fortune is ott van. Hát a franc tudja, mit csináljak. De megpróbálom inkább a Miss Fortune-t, elmegyek a három csillagra. Legfeljebb berakom majd, és megpróbálom a négy darab mesterlövészt még hozzá megépíteni. Nincs. Nem dobja a csempeket, úgyhogy maradunk így jelenleg. Ebből vegytek emblémát tudnék építeni, ebből meg mutáns emblémát, de megpróbálom. Még egy spatulát hát hadob, és akkor ugye plusz egy csempet tudok rárakni a pályára. A két spatula kombózva. Látjátok. A Miss Fortune-emet, vagy mit a Morganámat most nagyon eltüntették. Yordle combo. Ugye már tehát arany nála. Nekem is az kéne, hogy valaki lenne arany. Hoppá, mesterlövés címer, akkor rá kell menni mindenféleképpen a négy darab mesterlövészre, úgyhogy nem is fogom tovább húzni a szót, berakjuk a dzsint. Az már három. Ezt el is adom. Nem dobja. Az Irish szindikátus tulajdonképpen. Azzal megbontanám azt az elegyet ott. Viszont rá tudom rakni, és akkor így megvan a mesterlövészből, és jól gondolkodok. Ja, és akkor tudok még egy... még egy szindikátus, mert be fogok tudni rakni. Nagyon töröm rajta a fejem, na mindegy. Uha. Zaira Morgana. A Zairából is megvan a kettes. Tehát, hogy haladunk afelé, hogy több darab álmosom legyen. Na most ez minden attól fog függeni, hogy bedobja például, ugye kettő darab Miss Fortune kellene, kettő darab Zyra kellene, és akkor azok már hármasok lennének. Igen. Ezt
Szócsömbből meg lesz. Abból már csak egy kell. Esből is van. Az Ekk is egy nagy tank. Jó. Elég szoros lesz most ez, srácok. Megkaptam a következő est is. És a Zyra is itt van. Ezt le is lakatolom. Hogy csináljam, hogy jó legyen, Basuti Nándor? Morgánából nem dobál, úgyhogy ahelyett kiveszem a Zyrát egyenlőre, Miss Fortune, tessék. Erről beszéltünk. Csöntjösön! Nagyon bízom benne, hogy nekem fognak a következő körök kedvezni. És nem sokon múlt, basszus. Sí. Itt van az Orianna is. Ajajaj. Kis, nem rossz. Most lementem nullára. Nagyon. Tulajdonképpen nem is azért építem ezt, mert ugye 5 szindikát, vagy 6 szindikátus, 4 mesterlövész. Most azon töröm a fejem, hogy rakjam be a 7. szindikátus pályára, vagy rakjam be a valamelyiket a, nem tudom, valamelyik 5 csillagos. Hát igen, ez probléma, az a csoget. Harminckettő. Tehát az Oriannával nem nagyon dobna rajtam sokat. Azt nézem, hogy milyen... itt van például azért, ő jó lenne. Ugye csempügyileg nagyon más nem kell. Így. De egyenlőre az Oriannát bepakolom. Mivel másra nincsen, viszont a Miss Fortune-re rárakom a... kell neki a sebzés. Iszok egy kortyot, ha nem zavar benneteket. Hmm.
Legalább megvan azért. Ugye kap 50 páncélt, 50 varázsellenállást, 20% életvarást, ugye, és ezzel egyarányúan ugye gyógyulnak, tulajdonképpen mindenkire vonatkozik a csapatba. Minden lépésem a sorsomat formálja. Nagyon szoros meccs lesz. Ez megvan, ezzel nincs gond. Ugye, 7 darab szindikátus, illetve 4 darab... Rabadon dob, úgyhogy mindenféleképpen ezt össze is rakom rá. Atalonkejhe meg Rabadon a Larryra. Abba bízok nagyon, a Morganából is meg lesz a kettes. Abba bízok még, hogy egy csempet fel tudok rakni a pályára, fogok tudni nyitni egy spatulát. Újra alkotó. Hát mondjuk ezt lehetne újra alkotni őket. Ú, de basszus, akkor a mester lövészte, basztom. Ó, de marha vagyok már, bocsánat. Ezt nem gondoltam át, mert itt csak 3 darab mester lövészem van a pályán. Nyerni nyertem. Nem gondoltam át. A színpad készen áll. Jó, haladunk. Ott van a Morgana, le is lakatolom. Egy darab Zyra, illetve 2 darab Morgana, és már csak egy, mert egyet már kirúgott. Ez szép win lehet, ha a jó Isten megsegít. Hát... Ez erősebb mindenféleképpen. 3 darab pont. Ez nagyon szoros lesz ez a game. Jó, Ahrit eladom. Morgana és Zyra. Ez nagyot fog menni ez a meccs. Ezt megnyertem.
Na és most mit kapunk? Hát nem kapok hextek, vagy spatulát. Hát minden esetre akkor dobjuk meg még a Miss Fortune-nek a sebzését. Aztán meglátjuk. Ugye, mert ketten maradtunk. Kaptam egy Braumot. Az is meg lesz kettes. Így. Hát mindegy, második hely mindenféleképpen megvan. Örültem volna, vagy örülnék neki, ha meg lenne az első hely. Hát mindjárt kiderül. Úgyhogy remélem tudtam nektek segíteni, srácok, lányok. Tehát ne erőltessetek egy kompot. Próbáljátok a játékhoz alkalmazkodni, ezt tudom nektek ajánlani. Illetve ne kapkodjatok, mint én az előbb, mert szerintem nekem ezen fog múlni a meccsem, hogy ugye a Gold mesterlövész embléma, ugye így nem lett meg, mert újra kovácsoltam a sniper itemet, úgyhogy ja, óvatosan. Az megvan. Hát ezen múlt, srácok, lányok. Látjátok, hogy egy hiba, hogy meg tudja bosszulni magát. Második lettem, nem rossz tulajdonképpen, de hogyha ott nem rontom el, valószínűleg ez lett volna a... Mert az volt a kulcs, hogy ott ugye én azt újra kovácsoltam, azt az emblémát. Ez van. Ha tetszett, mindenféleképpen lájkoljátok. Kaptam érte, hogy látjátok, 30 darab pontot. Én lakimester voltam. Hát és ha tetszett, mindenképpen like, iratkozzatok fel. Sajnos csak nagy részt mindenki a metines videómat nézi. Jó lenne, ha a többi videóimat is néznétek. Na mindegy, én lakimester voltam. Sziasztok!